Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, Henter Izabella dietetikusunkkal. Sziasztok! Ez itt a Még Idén kampánynak a legújabb videója, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell megtervezni tudatosan a tökéletes bevásárlást. Hogy ez mit jelent, az hamarosan kiderül. Ahhoz, hogy át tudjunk térni egy egészségesebb életmódra, elsőként ugye tudatosan kell terveznünk mindent, tudatosan kell tudnom, hogy én most mozogni fogok, mit fogok táplálkozni, ezt tegyem, ezt csináljam, tehát hogy agyban is át kellett mindent állítani. És hogyha már itt járunk, akkor szerintem nem árt azt se átbeszélnünk, hogy hogyan vásároljunk, hiszen a megfelelő étkezés alapja az, hogy ugye jó dolgok legyenek otthon. Azt viszont be kell szerezni. Na, szóval akkor adjunk jó tanácsokat. Hogyan lehet jól bevásárolni? Hát igen, én kettő csoportot gondolok arra, hogy hogyan lehet jól bevásárolni. Az egyik az, aki valóban végig gondolja, hogy melyik nap mit fog főzni, vagy mit szeretne enni, és akkor ehhez elkészíti a listát, hogy az milyen alapanyagokra lesz szüksége, mondjuk egy nagy bevásárlóközpontba megy, vagy pedig kimegy a piacra, megjegyzem, én nagyon javaslom a piacot, mert erről is beszélünk majd mindjárt. A hangulata is csodálatos. Vagy pedig van az a típus, aki szerintem lehet, hogy egy kicsit már úgy fejlettebb, vagy egy kicsit előbbre van, tehát hogy mondjuk például én azt szoktam, hogy kimegyek a piacra, és akkor látom, hogy a szép áru, meg kedvező az ára, és akkor ránézek egy padlizsára, és akkor azt mondom, hogy ez egy lecsós padlizsán lesz, vagy ránézek egy karfiolra, és azt mondom, hogy ez egy karfioleves lesz. Jó, hát ez kell a rutinnek. Igen, hát ez biztos, igen, de hát ezt csak próbálgatjuk meg, és akkor ezt hazaviszem, és akkor ott elkészítem, amit ott hirtelen találok ki. De van, akinek talán az elején tényleg könnyebb, hogy valamilyen jó kis minta alapján, netről is egyébként nagyon jó kis egészséges menüket lehet letölteni, annak alapján szépen elkészíti. Mindig nagyon fontos, hogy gondoljunk az ilyen alap dolgokra, hogy só, meg liszt, meg tea, meg mosogatószer, tehát ezért se felejtsük ki, mert azért fontos, hogy például az élelmiszerbiztonság, vagy a higiéne az meglegyen, meg hogy azért a konyhában a megfelelő törlőeszközök, meg deszkák, hogy azért az olyan legyen, és azt időnként cseréljük ki. Maradjunk egy picikét a vásárlásnál, mondtad, hogy már előre jár az agyad, hogy majd abból mit fogsz csinálni, és szerintem ez egy nagyon jó tipp lehet, hogy tudjam előre mondjuk szombaton, sajnos most már vasárnap nem, pedig az jó időszak volt, de mondjuk szombaton tudjam előre, hogy a következő héten mikor mit fogok enni. Tehát ahhoz vásároljak be, és akár ezt egyébként akkor vasárnap előre el is készíthetem. Én azt gondolom, hogy akinek van erre ideje, vagy módja, meg mondjuk szeret főzni, vagy nem kell neki főzni, de akkor lehet. Azt gondolom, ha ritkán főzünk, akkor az tényleg lehet élvezet, és akkor érdemes megcsinálni, mondjuk veszek egy darált húst, és akkor abból tudok húsgombócot csinálni, tudok valami rakott ételt csinálni, valami töltött ételt csinálni, vagy valami tésztára rá tudom tenni, és nyilván ami ilyen húsgombócos vagy rakott, azt például megcsinálok nagyobb adagot, akkor be tudom tenni a mélyhűtőbe, és akkor egész hétre van, vagy mondjuk két napot, annál többet nem nagyon javasolok, hogy csak a sima hűtőbe, egyébként igen, mélyhűtsük és sokkoljuk. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azért, tehát maximum két napra lássunk előre és tároljuk a hűtőben a történetet. Ugyanez igaz akkor a zöldségekre és a gyümölcsökre is, mert ugye az is egy jó tipp lehet, hogy előre elkészítem, hogyha ilyen smoothie-t vagy turmixot vagy juice-t akarok készíteni, és előre bezacskózgatom magamnak az adott gyümölcsöt vagy zöld leveleket bele, és akkor megvan, hogy ez hétfőn, kedden, reggel, kikapom, gyorsan leturmixolom, tehát akkor az se nagyobb távban, előre napokra rakjam be a hűtőbe, hanem csak egy-két-három napra maximum előre? Igen, a friss zöldséggyümölcs az egy kicsit többet kivél, az mondjuk 3-4 napot akár, de mindenképpen annál tovább ne, hanem akkor inkább mélyhűtés, akkor vegyük elő. A mélyhűtés során egyébként alig sérül a tápanyagtartalom, tehát a vitaminok, nyomelemek, antioxidánsok alig sérülnek mélyhűtésnél. Említetted ugye, hogy megvan a maga hangulata annak, hogyha valaki piacon vásárol, és akkor beszélgessünk erről, hogy tanácsosabb zöldségeket, gyümölcsöket vagy húsokat inkább piacon beszerezni, vagy akár ezek a nagy szupermarketek is megfelelő helyek lehetnek erre. Zöldség-gyümölcs kapcsán volt egy kutatás a 2000-es évek elején, ami azt vizsgálta, hogy pici boltban, piacon, nagy bevásárlóközpontban vásároltak paprikát, paradicsomot, almát, répát, és megvizsgálták élelmiszer kémiailag, tehát hogy mennyi vitamin, magnézium, nem tudom mi van benne, és az jött ki belőle, hogy nem jött ki belőle. Tehát hogy végül is mindegyikben volt jó is, meg rossz is, tehát tulajdonképpen érdemes talán több felé is járni vásárolni, tehát nem kell görcsösen ragaszkodni valamihez. Én a piacot azért szeretem, mert annak tényleg a zsongás, ez a sokféle ember, hogyha már van egy-két néni, akihez oda tudunk menni, az olyan jó, hogy már ismernek. De a gyereket, én nagyon mondom, hogy gyereket vigyünk magunkat. És hogyha már
már itt járunk a gyerek kérdésnél, akkor az lehet még egy érdekes kérdés, hogy jelen pillanatban én most magamra főzök, és pont, de mondjuk egy anyukának figyelnie kell arra, hogy ha esetleg ő valami speciális diétán van, vagy a gyerek esetleg valamire érzékenyebb, de a másik gyerek azt nem szereti, és az apuka meg határozottan nem szereti, akkor ez egy ilyen bonyolultabb dolog lehet összehozni egy családnak a napi étrendjét, és hát ezt azért tudjuk, hogy a nő a családnak a lelke, és hogy minden egészség szerintem onnan származik, mert hogyha az anyuka odafigyel rá, akkor egészségesen táplálkozik a család is. Elsősorban a mi kezünkben, mert azért hál' Istennek vannak olyan férfiak, akik szeretnek és tudnak is főzni, úgyhogy az őket csak bátorítanám, hogy ezt csinálják. Egyébként meg mi a szakmában azt mondjuk, hogy egy alapanyagrendszer, tehát egy kórházban is gyakorlatilag van egy főétkezés, a normális, akkor a diétákat is főleg ugyanazokból az alapanyagból készítjük el, csak más-más módszerrel, mert nyilván néha kell változtatnunk az alapanyagon, tehát ez meg lehet. És váltsunk közösen életmódot még idén. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok! Sziasztok! Készült a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.